Néha egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, egy nagyon-nagyon jól játszó Ajka ellen, de sikerült elhoznunk a 3 pontot. Hogyan élted meg ezt a találkozót, milyen volt belülről? Igen, az első fél órában úgy gondolom az Ajka jól játszott és ránk erőtette az akaratát, aztán utolsó 15 percben feljöttünk, ugye sikerült szépíteni. Aztán a második fél idő pedig úgy telt, hogy az Ajka semmibe rúgott egy gólt szerintem, és akkor a végén pedig sikerült megfordítani. Nyilván nem játszottunk jól, nem így szerettünk volna játszani, de a pozitív nyilván az, hogy ezt meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést, és 3 ponttal gazdagodtunk. Hogy érzed, mi változott az első 30 perc után? Mert ahogy említetted, kívülről is játszott, hogy kicsit enerváltan kezdtük a találkozót. Minek köszönhető, hogy utána azért feljavultunk a fél időig? Kicsit nekem is jobban sikerült megtartani erre a labdákat, rájuk tudtunk fordulni, mögéig tudtunk menni. Ez egy kicsit ugye a védőknek segített, feljebb tudták tolni a védekezést, és ezáltal nekünk is adottak helyzeteink. A vezetőedző említette az előző fordulóban, hogy kezd visszajönni a csapat hite. Hogy érzed, ez a hit, ez kellett az utolsó 15 percre, hogy ismét megfordítsuk a találkozót? Így van, nem az első olyan mérkőzés, hogy hátrányban vagyunk, ugye nem ment ez a végtelenség, de szerencsére itt az utóbbi meccseken sikerült megfordítani és megnyerni a mérkőzést. Természetesen ezen dolgoznunk kell, hogy ne kerüljünk hátrányba mindig, de a csapat erejét mutatja, hogy sikerül ezeket általában megfordítani. Meséld el, hogy történt a 11-es a te szemszögedből, nagyon higgadtan értékesítetted most ezt a büntetőt. Hát igen, úgy gondoltam, hogy ezt most nem kell gondolkozni, hanem szerettem volna a léc alá odarúgni, és sikerült, úgyhogy örülök neki. Mire számítasz a Pécs elleni hétvégi rangatótól? Sok pihenőtök nincsen, és az is nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz egy nagyon-nagyon jól védekező csapat ellen. Így van, most egy napot tudunk pihenni, aztán utána készülünk a Pécs ellen, megnézzük, hogy mit játszik a Gyirmolt ellen. Nyilván nekünk ez egy fontos mérkőzés lesz, hogyha előjük akarunk kerülni a tabellán, így is fogunk rájuk készülni, de most egy kicsit frissülünk el, és akkor teljes erő bedobással reméljük, hogy sikerül a Pécset is legyőzni.